Köszöntöm a Somogy Televízió nézőit! Híradónkat látják! Csökken az iskolai lemorzsolódás, nő az esély az élethosszig tartó tanulásra, és javul a nők foglalkoztatottsága, mondták a szakemberek a Kaposvári Egyetemen ma kezdődött kétnapos konferencián. A Somogyi Kampuszon a kisgyermeknevelés kérdéseiről, aktuális problémáiról és az oktatásban végzett legfrissebb kutatásokról számoltak be a hazai és külföldi résztvevők. A cél, hogy közös gondolkodásuk révén elősegítsék és hatékonyabbá tegyék a bölcsődei és óvodai nevelést. Még ma is érezhető a megkülönböztetés a fiúk és a lányok között Kínában, ahol a családok tudatosan törekednek arra, hogy milyen nemű legyen a születendő gyermekük, mondta Kéri Katalin a Kaposvári Egyetemen. A Pécsi Tudományegyetem Nevelés Tudományi Intézetének tanszékvezetője a gyermeknevelésről és a kultúránkénti szokásokról szerzett tapasztalatairól beszélt a pedagógusoknak. Bizonyos ázsiai vagy közel-keleti területeken még így elő-előfordul, és ebből is következik, hogy van egy bizonyos férfi vagy fiú több lett ma a világban, ez a bizonyos, ez akár 100 milliós nagyságrendű is lehet, erről inkább csak becslések vannak, mert olyan családokban, mondjuk Kínában, ahol az egygyermekes családmodell a törvényileg előírt, vagy az adózással támogatott, ott például jobban örülnek, ha fiú születik, és hát tudnak is azért sok esetben arról tenni, hogy lány ne szülessen. Hazákban nincs ekkora szakadék a nemek között jelenleg, de korábban nálunk is látszott, hogy eltérően gondolkodtak a családok az iskoláztatásról. Meghatározó volt egészen a 20. század végéig, vagy második felég a paraszti társadalom, tehát a legnagyobb létszámban a gyerekek ott paraszti környezetben nevelkedtek, és a mezőgazdasággal foglalkoztak. Ugye a lányok nevelése az a 19. század végétől már egyre inkább intézményesült formákat öltött, mert óriási vitákkal járt ez, hogy a lányoknak is joguk van-e ahhoz, hogy iskolai nevelést kapjanak, főleg közép és felső szinten. A konferencián a kisgyermeknevelés kérdéseiről, aktuális problémáiról és a legfrissebb kutatásokról is beszámoltak a szakemberek. A cél, hogy közös gondolkodásuk révén elősegítsék és hatékonyabbá tegyék a bölcsődei és óvodai nevelést. Határon innen és túlról is érkeztek pedagógusok, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Németországból érkeztünk. Mi azt szeretnénk megkönnyíteni, hogy az óvónők és a tanítónők együtt dolgozzanak, hogy ne legyen éles határvonal az óvoda és az iskola között, hogy legyen egy átmenet. Arra gondolok, hogy az óvodában játszanak, az iskolában pedig tanuljanak a gyerekek. A nevelés és tanítás hosszú távú befektetés, amelyből közös hazon származik. Ezt már Podrászki Judit, a Kaposvári Egyetem dékánja mondta. Nő az esély az élethosszig való tartott tanulásra, a jobb készségekkel rendelkező munkaerő kinevelésére, különösen pozitív a hatása a hátrányos helyzetűek, köztük a migráns és az alacsony jövedelmű családok esetében. Csökken az iskolai lemorzsolódás, és javul a szülők, elsősorban a nők foglalkoztatottsága. A konferencia pénteken is folytatódik, akkor többek között a nemzetközi kutatásokról és a hazai kisgyermekellátás helyzetéről is beszámolnak a szakemberek az érdeklődőknek. Híreinket megtekinthetik vagy elolvashatják honlapunkon is. www.somogytv.hu Hamisítatlan téli időre számíthatunk holnap. Maradjanak velünk, nem sokára jövünk az időjárás jelentéssel.